harcoltál? Királylánynak érezhetted magad. Bárcsak ott lehettem volna. Egy diótörő. Ez csodálatos. Köszönöm, Elizabeth néni. Ennek a medálnak kellene hazavinnie, de a szívemben már otthon érzem magam. Attól tartok inkább valóság. Vissza kell térnem Partaniába, míg tehetem. Csak a bombon királylány tudja megtörni az egér király varázslatát. Ez nélküled nem sikerülhetett volna, Clara. Kérlek, maradj, és légy a királynőm. A bombon királylány! Soha életemben nem hallottam bombon királylányról. Hozzád a királyi jegyzékemet, és hozzátok ide a diótörőt. De a diótörő inkább akar a mesékben inni. Rá fog ébredni, hogy itt a vég nem lesz mesébe illő. Rengetegen vannak. Túl sok minta, túl kevés pázsit. Megtelt. Támaszt, mivel kettő van belőle. Csodál! Azt akarod, hogy pelenkázzak egy követ? Jól van, jól van. Jobb, mint a kövé változtat. Várjon, őrnagy! Lehet, hogy igazat mondanak. Kihallgattam, amikor a király beszélt Erik királyfinak erről a nagyhatalmú királylányról. Maga a király is hit varázs erejében. Tudod, mivé változott Erik királyfi? Erik királyfi! Ő az oka, hogy ilyen bajban vagyunk. Ha nincs az a nyughatatlan fiú, akkor az egér király senkit sem varázsolt volna el. Rossz színben? Ez egy mók. Semmire kellő. Lusta és felelőtlen. Szakítsunk félbe egy édes álmot? Nem, hadd aludjon. Clara nem kisgyerek már. Megérdemli a lehetőséget az álmokra. Egy ifjú... Szalasztam el a találkozást veled és a bácsikád bosszantását? Nagyon hálás lennék, Elizabeth, ha nem tömnéd tele Clara fejét mesékkel. Csak mert te össze-vissza bolyongsz a földgolyón, ahelyett, hogy nyugton maradnál, mint más finom ember. Ez az ostobaság. Azt hiszem, orvost kell hívnom. Szóval, ha Clara nem lett volna bátor, sose tudja meg, ki volt a királylány. Segítesz, még megtanulok minden lépést.